A néhány nap múlva esedékes fizetéskor egy magyar építőipari szakmunkás nagyjából másfélszer akkora fizetésre számíthat, mint 4 évvel korábban. Ennyivel többe is kerülnek az építkezések. Az árakat az alapanyagok drágulása is felfelé nyomta. A betontermékek közül több például 40%-kal kerül most többe, mint 3 éve, és hasonló a helyzet a fuvardíjakkal is. Hogyha csak a mi cégünket nézünk, ugye az elmúlt 3 évben több mint 50%-os béremelés történt, de szerintem az építőipari cégek nagy részénél ez 2 számjegyű volt az elmúlt években. Hiába a jelentős béremelések, a hazai építőipar még mindig súlyos munkaerőhiánnyal küzd. Az ágazat a legnagyobb csapást 2008-ban a gazdasági világválság idején kapta. Akkor nagyjából 20 ezer szakember hagyta el az országot és ment nyugatra dolgozni. Őket azóta sem sikerült hazacsábítani. Az iparkamara megyei elnöke szerint egy köműves Ausztriában még a mostani béreknél is legalább 3-4-szer többet tud keresni. Ráadásul a kereslet is nő, ezért idén újabb 10-15%-os drágulás jöhet. Évről évre nő az igény az építőiparral szemben. Hihetetlen magas négyzetméter árak alakultak ki, és még így sem győzik az építőipari cégek a teljesítést. Tehát ma még el sem készült épületek is egy az egyben elkelnek. A szakértő szerint a növekvő kereslet miatt egyre sürgetőbb lett a munkaerőhiány mielőbbi kezelése, amit leginkább a főváros környékén már csak külföldi, Kelet-Európából, például Ukrajnából érkező munkásokkal tudnak megoldani.